Mikor játszottál utoljára végig egy 90 perces meccset? Hát az, hogy 90 percet mikor játszottam utoljára, azt nem számoltam ki, csak az, hogy az utolsó pályaralépésem az mikor volt, az 308 napja volt pontosan. Hát nem most volt. Nem most volt. Sajnos nagyon nehéz időszak van mögöttem, de túl vagyok rajta. Milyen érzés volt ezt a haladás elleni edzőmeccset végigjátszani az NB1-es csapat mezében? Nyilván ezért dolgoztam az elmúlt egy évben, hogy újra a pályán legyek, újra visszatérjek. Újra azt csináljam minden egyes nap, amit szeretek, amit már kiskoromtól kezdve csinálok, szóval nagyon jó érzés volt újra játszani, az pedig még egy plusz löket volt, és egy plusz dolog, hogy az NB1-es csapattal csinálhattam ezt. Kérdeztük a mérkőzés után Hornyák Zsoltot, hogy mit szólt a fiatalok teljesítményéhez, akik feljátszottak az NB3-ból, és azt mondta rád kitérve, hogy közéjük tartozóként tekint rád. Pár meccset lejátszottam NB1-be, igaz, nem túl sokat, de remélem, hogy van még ott jövőm. Azon fogok dolgozni, hogy ott játszak. Gondolom azért nyilatkozta ezt, hogy mondta ezt, mert már voltam ennek a keretnek a tagja. Remélem, hogy minél hamarabb vissza fogok kerülni, és újra bízni fognak bennem. Így, hogy túl vagy ezen a nehéz két éven, mit vársz 2021-től? 2021-től sok játékpercet várok. Ugye nagyon sokat dolgoztam azért, hogy játszok, és ezt még mindig tartom. Tehát minden nap odafigyelek arra, hogy ne sérüljek vissza, külön dolgozok ezért. Remélem, hogy sok játékperc lesz a lábamban, én csak ezt kívánom magamnak. Első körben az NB3-as csapattal. Remélem, hogy minél hamarabb szintet tudok lépni. Ha ez fél év, akkor fél év, ha egy év, akkor egy év, nem fogom sürgetni. Hosszú kiadás után nekem idő kell ahhoz, hogy újra formába lendüljek, de ha újra elkapom a formát, akkor nem lesz kérdés, hogy magasabb szinten tudok játszani.